Sziasztok, én Kőszikla vagyok. Ma sem telt el új nap, hogy ne felejtettem volna el valamit. Ma az állványt felejtettem el hozni. Úgyhogy ma megpróbálok úgy videózni, hogy előre elmondom a lényeget, hogy mi fog történni, és majd menet közben készítek egy-két képet. Az előző videómban láthattátok, hogy megszámoltam a természetes atkahullást egy hét alatt, és a kettő alapján egy kalkulátorral, aminek szintén linkeltem, illetve betettem a linkjét a videó alá, hogy meg tudjátok keresni, egy kalkulátorral megnéztem, ami szerint elméletileg nagyon atkásak a családok, úgyhogy ez időtájt, ami nem idegméreg, az a hangyasav, amivel lehetne őket kezelni párologtatással, és úgy döntöttem, hogy én ezt megpróbálom, és megnézem, hogy mennyi atka hullik a méhekről. Elő is vagyok már készítve, csak azért, hogy ne a propoliszos méviaszos kesztyűvel fogjam meg a kamerát, ezért döntöttem úgy, hogy előre elmondom nektek, hogy mi újság, illetve hogy mi a terv, és veszek fel egy pár pillanatot a kaptár elejéről. A kaptár elejéről, hogy láthassátok, hogy ezen a hűvös napon is, a nap végén, ami meg még enyhébb, ilyen aktívak a méhek, nagyon örülök neki. De ettől függetlenül úgy tűnik, hogy indokolt a kezelésük, hogy népesnek, aktívnak, egészségesnek tűnnek a családok az atkahullás alapján. Az a terv mára, hogy sajnos nincsen csere aljam, de ezt már mondtam, vagy százszor biztos, hogy le fogom szedni a kaptároknak a fedelét, hogy minél könnyebb legyen emelni a fiókot. Átteszem a hátam mögé a nagy bocsonádi kaptárra, beteszem nekik a párologtató edényt, közben majd próbálok felvételeket készíteni, és majd összevágni a videót. És mi lesz még? Ja, idegbetegéknek ugye nem csúszik a helyére a higiénikus haj, ott majd egy kis takarítást kell csinálnom. És hát ugye ezt csinálom meg kétszer, a másik család is megkapja a hangyasavat. Ma hétfő van, és azt írja a receptúra, nem mondom melyik mézboltból, de van egy pár, fölmentek, megnézitek, hogy a hangyasavra milyen receptet írnak, ez ahol én vettem. Ott azt írták, hogy 5 napig kell párologtatni, majd 2-3 hétig szüneteltetni a párologtatást. Tehát 5 nap után ki kell venni, ma hétfő van, majd pénteken kijövök hozzájuk megint, akkor kiveszem alóluk a savat, és akkor meg is fogom számolni, hogy mennyi volt a hullás. Így, hogy hangyasabban voltak kezelve, arra számítok, hogy sok fog hullani, és az is akkor indokolni fogja, hogy akkor folytatni kell a kezelést. És akkor pedig meg kell ismételni, ugye 2-3 hét múlva megint betenni 5 napra, majd pedig egy harmadik kezelést még lehet nekik adni, ahol is 3 hét múlva ismét be kell tenni 5 napra a hangyasavat. Mindig, amikor kiveszem a párologtató edényt alóluk, akkor fogom számolni, hogy mennyire csökken az atkahullás. Hogy lássuk, hogy mennyit sikerült kiírtanunk, azt remélem. Egyébként valamilyen 91 néhány, közel 100%-ot írnak arra, hogyha meg tudod csinálni a 3 kezelést, csak annyi a hibája a dolognak, hogy 30 fok fölött ilyet már nem szabad használni, mert akkor túlzottan gyorsan párolok, kiűzi a méheket a kaptárból. Tehát most még időben vagyunk vele, viszont lehet, hogy már a harmadik kezelésig ki tudja, fölmegy a hőmérséklet, úgyhogy oda kell figyelni, hogy be tudjam majd fejezni a kezeléseket időbe, illetve hát még most nem tudjuk ugye, hogy kell-e majd 3 kezelés, hogy hullik-e róluk egyáltalán, én gyanítom, hogy igen. Na, hát akkor öltözök gyorsan, aztán készüljön a savazás, megsavazzuk a méheket. Na hát így állvány nélkül nem olyan könnyű, viszont jó nehéz. Betettem az első kaptár alá a hangyasavat. Nem akartam vele sokat vacakolni az edénynek a behelyezésével,
De ahogy látjátok, ebbe a fajta kaptárba szépen elfér, nem emelkedik meg a keret, elfér alatta. És amit még lehet látni, hogyha egy hete voltam náluk, és már zugépítmény van itt a kaptárnak a szélébe, úgyhogy be kell adni nekik a tizedik lépet. Nem túloztam, amikor azt mondtam, hogy nagy a népessége idegbetegéknek, és már annyira tele van a kaptár, hogy már építenének, úgyhogy a héten vissza kell jöjjek, savazástól függetlenül be kell nekik adjak egy lépet, és lassan valóban el kell készítenem a mészteret, mert őrületes mód építeni akarnak. Na. Hát ilyenek. Egy kicsit bekukkantok, úgyhogy most hát nem tudom a kamerát úgy állítani, hogy lássátok is. Úgyhogy majd megpróbálok még képeket később. Nem is tudom, hogy. Na majd kitalálom. Na, ahogy mondtam, a párologtató ott látszik a keretek alatt, éppen elfér. Így néz ki betéve. Magát a leemelés után nem akartam fölvenni, hogy minél hamarabb visszakerüljön a helyére a fészek. Így néz ki egyébként a párologtató, ez kerül majd a másik kaptárba. És ami még érdekes, hogy ez a zugépítmény, amit ott az előbb láttatok, ez már here sejtes, és hogy már be is van petézve. Láttam bent here fésítást is, úgyhogy a méhek határozottan bele vannak lendülve a szaporodásba. Úgyhogy kell nekik adjak keretet, ez lesz a következő, hogy tudjanak építkezni. Na, hát ilyen. Na, elkészült a behelyezés. Bent van mind a két családnál a hangyasav, és azt kell, hogy mondjam, hogy őrült mód szaporodnak, népesednek, és nagyon kell nekik az építeni való. Ami nekem is meglepetés volt, hogy idegbetegéknél volt kettő anyabölcső, amit el kellett romboljak. Hát az egyik idősnek nézett ki, még az is lehet, hogy elsiklottam fölötte, és még ott maradt tavaly őszről, de valószínűbb, hogy idei építmény. És hát a here, azok a zugépítmények, amik heresejtesek voltak, be voltak petézve, úgyhogy őrült mód szaporodnak. Na, nagyon tetszik, nagyon jó haladnak, nagyon örülök. És hát akkor vennem kell, van még két hunorfiókom. Vennem kell akkor még nekik műlépes kereteket, vagy nem tudom, veszek műlépeket, és akkor én magam teszem keretbe, nem tudom majd még melyik lesz. De úgy néz ki, hogy kell vennem nekik kereteket, és adnom kell be nekik, hogy tudjanak építeni, illetve hogy tudjak tőlük mézet elvenni. Nagyon jó haladnak. Na, mára ennyi, sziasztok!